Sziasztok, itt vagyunk a Playten, és hát kibe futottunk bele? Sebestyén Dávidba. Mi újság Dávid az Epsilon házatáján? Hát nemrég jöttünk össze a Kölnből, most volt ugye az ötödik szezonja az első vannak, tehát elődöntő és harmadik helyezés sikerült elcsípni. Többre számítottunk, de ezért össze. Mi volt a legnagyobb meglepetések Kölnnek? Hát volt ugye ez a brazil csapat, ez a Dexterity, az nagyon erősnek bizonyultak. Ugye nem is nagyon tudtuk velünk fölkészülni, mert nem játszottunk velük nagyon, egy meccset játszottunk eddig a Battlefield Premier League-be. Többi csapatot is eléggé meglepték, úgyhogy elég nagy meglepetést okoztak, mert ugye a MIM-et, az SK-t, meg minket is simán vertek döntőig. Fnaticke még mindig olyan jó a kapcsolat? Jó a kapcsolat, most nem azért mondom, hogy rosszban lennénk, most javult a kapcsolat szerintem régebbihez képest. Jó, meg vagyunk már együtt, mondhatnám. Nem is mondanám, hogy ellenségeskedés, inkább ilyen rivalizálás van. Most, hogy a BF-nél egy kicsit egy háttérbe szorult a hardline miatt, hogy látjátok, hogy élitek meg, hogy végül is ez egy kihaló félbelevője? Hát ez sajnos így van, nem is nagyon nézik már annyian a streameket, mint régebben. Ez van, haladni kell. Még van két szezon, ezt letoljuk, meglátjuk, mi lesz, aztán a jövő már kiderül. Mi a végcél egyébként ebbe az évbe? Hát jó lenne már megnyerni egy lant, egy ilyen is van, de más cél most nagyon nincsen. Más ugye a turnament sincs nagyon, semmi rendezvény, Rimeken sincsen. Most Rimeken lesz a Hardline-ból, ugye Franciaországban egy kupa. Ez még alakuló félben van, hogy megnézzük-e, vagy nem, de nem nagy rázási egyelőre. Ha már Hardline e-sport szempontból, mennyire lesz jelentős játék szerinted ez? Hát ezt nem tudom így megmondani neked előre, de meglátjuk. De nem fűzök hozzá nagy jövőt. Próbáltátok már, varroztatok Hardline-ba? Nem, de hallottam pár információt róla, de azt mondják, még csiszolni kell rajta eléggé, hogyha valamit szeretnének. BF4-be jön az új játékmód. Mire számítottuk? Hát de újítást fog hozni mindenképpen. Pár csapat talán picit meg is rémült tőle majd, hogy új játékmódot kell megtanulni. Mondjuk-e, hogy mi az? Hát ez az ugye Squad Obliteration nevű játékmód, ugyanaz, mint az Obliteration, csak kis pályákon. Ugye annyiból áll, hogy egy csapatnak három célpontja van, és ezeket kell megsemmisíteni. De nem tudom, nagy fellendülést nem várok. Szerintem ugyanennyi csapat lesz, mint ahogy eddig. Mi lesz a BF Squad jövője így? Hát ezt sem tudom még megmondani neked, mivel még nem döntöttük el, hogy így maradunk-e, vagy valaki esetleg abba adja, vagy nem hagyjuk abba. Úgyhogy ez még alakulóban van egyelőre. Még ugye egy hete jöttünk vissza a LAN-ról, még pihenünk picit, aztán eldöntjük. Team Rocknak a BF Squadja az visszatér valaha is? Hát nem tudom, attól függ majd, hogyha esetleg már leszünk Epsilonba, akkor utána esetleg igen. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Milyen minőségben láthatunk itt a Playiten? Hát én csak mezei látogató vagyok, úgyhogy semmi különleges. Amúgy, hogyha a BF mondjuk teljesen leáldoz, akkor vannak-e jövőbeli céljaid esetleg, hogy melyik játék irányába kacsingatsz? Hát úgy kompetitíven nem minden, hogy elkezdenék még egy új játékot úgy mondva, de hobbi szinten játszogatok mindenféle játékkal, úgyhogy Counter-Strike-kal is sokat játszok mostanában, de nem minném, hogy profi szinten valahogy elkezdek úgy új játékkal játszani. Pedig titkor reméltem, hogy a Cségó Squadba feltűnsz majd. Ja, hát majd egyszer lehet. És egyébként milyen poszton játsz? Vagy mi a kedvenc fegyvered Counter-Strike-ba? Hát az AK, AWP az annyira még nem megy, de meg vagyok minden fegyverrel. Az AK ugye a legjobb szinte a játékban, úgyhogy. Követed egyébként a hazai Cségó bajnokságokat? Úgy félszemmel követem, igen, de nemzetközi lanokat is szoktam azért követni eléggé, úgyhogy képben vagyok nagyjából az erőviszonyokkal. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a BF maradék hátra. Köszönöm.